Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Nagy az öröm és az újongás, hölgyeim és uraim. A Modern Warfare trailer látott napvilágot. Erről fogunk most egy kicsit beszélgetni, és szeretném kikérni a véleményeteket a komment szekcióban, hogy mi a fenét szóltok ti ehhez, amíg egy kicsit kibeszéljük a részleteket. Így első látásra egy valami biztos volt. Tehát a trailer maga az egyszerűen epic volt. Ami nekem nagyon is gyorsan leszűrödött a trailerből, az, hogy a játék jön októberben, mert minden bizony, de ami leszűrődött nagyon a trailerből, az az, hogy dráma. Tehát igyekszenek valamiféle drámát belevinni a játékba, és hogyha visszatekültünk a régi szép időkre, 2007-ben, amikor a Modern Warfare megjelent, és megkönnyezte, annyira jó játék lett, tényleg jó játék lett, 5000 órán van legalább abban a játékban, ott kezdődött el minden, minden ott kezdődött el nekem, mondhatni így, a, az egész shooter világ, mánia, kompetitív játék, minden, szóval az biztos, hogy az Activision a nosztalgiára akarhatni de most már 2019 van, és 2007 kurva rég volt. Egy új generáció növekedett fel. Ti tudjátok-e, hogy mi az a modern warfare? De kicsit visszaemlékeztetve, a Call of Duty ezen része az első modern warfare. Mert ez, ez a modern warfare, amit most láthatunk, megesetően reboot féleség lesz. Na mindegy. Az első rész az megváltoztatta a shooterek illetve a videójátékokat általánosan uh, megváltoztatta ahogy arra az arcra, arra a kinézetre, hogy ezek még mindig ma kinéznek. A Call of Duty Modern Warfare úttörő volt a videójátékok, illetve a shooter, mint kategória terén. Elsőnek hozta be a rendszert, elsőnek hozta be a. Uh, jutalomrendszert és megemelte a grafikai szintet, de csak ezzel az apró uh, dologgal, hogy behozták a perkrendszert, behozták a kill streak rendszert, uh, egyszerűen mindent felforgattak, és úgy, hogy volt egy csomó játékot, ami akkoriban jelent meg, mint például a Medal of Honor 6 uh, jelent meg a Modern Warfare-rel, egyszerűen elsülyeztette a semmibe azzal, hogy egy ilyen apró, de nagyon lényegre törő mozdulatot csináltak és, és tényleg megváltoztatták a játékipart, minden játék őket akarta kopizni valamilyen szinten több-kevesebb sikerrel, illetve inkább kevesebb sikerrel az igazság az, hogy a a később jövő játékok, amik nem modern Warfare voltak, egyesek igen jó ötleteket és stratégiákat implementáltak a, a játékokba a perk és jutalom rendszertéren, de amit a Call of Duty kitalált, az sokkal valahogy intenzívebb volt és sokkal jobban állt a játékosok körében, és ezért a Call of Duty modern Warfare széli a Call of Dutynak elképesztő népszerűséget adott és felemelte a legjobb, talán mondhatja, a legjobb shooter-rá világszerte, több millióan játszották, aztán szépen természetesen, ahogy ez kellett, évente jelent meg ugye egy, egy, egy újabb Call of Duty, már nehéz volt megújítani, és a Call of Duty lesűjjett oda, ahol a manapság, ahol már csak pár száz játékos játsza online egész nap, ha most a legújabb kodrabió 4-re kerül a sor, talán 100-200 ezer játékos játsza, bár sokat mondtam, azt hiszem világszerte. És íme bedobták ezt az új trailert, Nesse, Call of Duty Modern Warfare, Captain Price, hölgyeim és uraim, mikor megláttam azt a cigitot, Captain Price életben van, élésről a kicsit fiatalabb a verziója, szóval úgy néz ki, mintha valamiféle ilyen előzmény történetet fognánk kapni. Nem vagyok benne biztos, hogy egy reboot lesz a franchise-nak, vagy egy előzmény története lesz a Modern Warfare eh, szériának. Annyi biztos, hogy a trailer hihetetlen fantasztikusan indul, ahogy az árnyak közül a katonák ugye eh, kibújnak, és Captain Price, itt a vagány csávó, eh, 500 kilométerről látható cigi Uh, cigivel vagy szivarral a szájába, éjszaka közepén biztosnál feltűnő és biztos hihetetlenül taktikus. Na jó, ez csak így eszembe jutott. És utána, hogy folytatódik a trailer, uh, biztosra mentek abban, hogy láthassunk női karaktert és színesbőrű karaktert, tehát ebben biztosra kellett menni, még mielőtt a Social Justice Warriorok. -ok. Uh, Kikiáltják maguknak, hogy fehér mozgalom van a játékban, illetve miért nincsenek nők. Szóval ez, erről megnyugodhattunk, hogy van benne. Uh, és és azt, azt vettem észre, nagyon jól összerakott trailer. Uh, Ott írták, hogy actual gameplay footage állítólag, szóval valószínűleg benne lesznek ezen jelenetek a végső játékban. Ami, ami igen jónak nézett ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy veszem észre, hogy igyekeznek valamiféle drámát csinálni. Megint csak úgy veszem észre, a világ több pontján harcolhatunk. És itt kezdünk el kicsit aggódni. Oké. Okay. Ki csinálja a játékot? Az Infinity Ward. Jeej, jeej. Infinity World, Call of Duty csinál, megint Yay! De egy probléma van itt. Az Infinity Ward az már nem létezik. Vagyis hát hagyományos értelembe véve már nem létezik, mert az ének dolgoznak és Titanfall csinálnak. A fő fejlesztő csapat, az igazi agy, agy, agyak, akik a Call of Duty mögött voltak, Többek között a Call of Duty Modern Warfare, a régi főfejlesztő csapat, az már nincs az Activisionnél. És ez az Infinity volt, tehát ez ő nevükkel próbálnak eladni egy Modern Warfare-t. Én értem, hogy ez így van, és mi, mi jött le nekem a trailerből? Oké, okay. Epic volt, igen, köszönjük szépen. Uh, mi volt a különbség a régi kód és a mostani trélerek között? A régi kód Franco gameplayt mutatott trélerekben, hogy a hajós részt, és itt a, 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 az nagyon komoly volt. Annó. Uh, no. És most is láthatunk egy érdekes gameplayt, és azt láttam, hogy meg akarják ismételni az első rész részt. De nem újjal hanem ugyanazzal ha végignézitek a képeket a trailerben, ugyanúgy közel-keleten harcolunk valami erdős terület feltételezem valahol Európában harcolunk, szóval a koncepció az ugyanaz, mint a Modern Warfare első, tehát Call of Duty 4 Modern Warfare lenne nekem olyannak tűnt természetesen beleraknak kicsit több drámát de remélhetőleg, és kitalálnak egy új epic story koncepciót, akár honnan nézem, akár milyen szimpis, uh, szimplisztikus egy, egy Call of Duty, single player, illetve multiplayer, és akár mi, mi minden téren már, hogy csak egy shooter, az ember áll, csak egy shooter, nem várhatunk el tőle jó történetet, azt kell hogy mondjam, hogy a Modern Warfare szériának az egyik legjobb és legizgalmasabb és az egyik legjobb drámával rendelkező története van. Szóval az Activision és az Infinity War itt most elképesztően magasra tette a lécet. Sokan vannak odakint, akik emlékeznek a régi modern warfare sorozatra, a történelére, Captain Price-ra, szópra, szóp Soap halárára, a fordulatot Makarov körül, és hogy került hatalomra, és hogy rohanta le a világot, és min kellett keresztül menni, hogy megmentsük azt a világot. Egyszerűen nem, nem könnyű elfelejteni, és azóta is beleégett a memóriámba, amióta a szópot nem tudtuk ott feléleszteni. És azt vettem észre így hirtelen a trélerből, hogy ezt próbál, megpróbálják megismételni a gameplay uh, folyamatot, a gameplay szekvenciát. Megpróbálják megismételni azt, amit a kod 4-be volt. Ez csak egy tréler volt, nem ítélkezünk túlságosan. De ha ugyanúgy közel harcolunk, ugyanúgy Oroszországban harcolunk, ugyanúgy... Ö, mit tudom én, hol harcolunk, ugyanúgy elmegyünk Pripadba, <laughs> most mondtam valamit, akkor, vagy egy ugyanolyan koncepciójú gameplay lesz, akkor itt akkor a sztorival nagyon-nagyon ki kell egészítsék, hogy ne csak azt higgyem, hogy egy felújított Modern warfare fogok játszani. Meglátjuk. Minden esetre a nosztalgia elfogta a szívemet Captain Price környékén. Fiatalabb volt sokkal, szóval mindenképpen valami előzménytörténetet fogunk látni. Ha esetleg láthatunk egy cselekmény féleséget a modern warfare felé, nem bánnám. Ha belegondoltok, akkor végül is volt, volt előzménye az egész Modern Warfare szériának, amit csak úgy történetben kaptunk meg, annó a COD 4-ben. Ugye bár szóval lehet, hogy az egy felvezetés lesz, odafelé menet, meglátjuk. De nem feltétlenül hiszek benne, hogy meg fog ismétlődni az a hatalmas siker, amit annó a COD 4 élvezett. Mert a COD 4 azért volt siker, mert olyan szintű gameplay-újításokat hozott, ami akkoriban a világon semmelyik játék nem tudott nyújtani. Single player, illetve multiplayer téren is. Tudtátok, hogy a Code 4-ben a végén, amikor volt az autós üldözés, a helikopteros üldözés, az külön díjat nyert a Game Awards-on. Csak az a rész külön díjat nyert a Game Awards-on, mert még kapott egy csomót utána, multiplayerre és singleplayerre, történetre, mindenre kapott a akkoriban. Mert, mert nem volt nála jobb játék. Uh, ja. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a videó, kíváncsiak a ti uh, véleményetekre. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!